Hatalmas tömeg állt sorban a szakadó esőben ma délelőtt, hogy belülről is megnézhesse a parlamentet és közelről láthassa a Szent Koronát. A bejutásra várók sora szinte körbeért a Kossuth téren. Sok látogató érkezett vidékről és a határon túlról is. Nagy volt az érdeklődés az aranyvonat iránt is, amit, hogyha az idő engedi, még holnap is meg lehet nézni. Már nyitás előtt több száz méteres sor állt a parlament előtt reggel. Több ezren, köztük határon túli magyarok is arra vártak, hogy láthassák a Szent Koronát, a koronázási ékszereket, illetve az országház díszlépcsőházát és kupolacsarnokát. Én fél magyar és fél olasz vagyok, úgyhogy idáig jöttem, hogy azt megnézem. A székelyföldi Borótról és Kovászna megyéből is sokan jöttek, akik azt mondták, az anyaországtól távol is őrzik magyar identitásukat, hagyományaikat és nyelvüket, amihez a legtöbb erőt az augusztus 20-ai ünnep és a korona adja. Székelyföldről jöttünk, nagyot jelent nekünk a korona, nem láttuk még. Augusztus 20-án, ugye ez nekünk nagy lelki dolog. Mások hosszú évek óta kifejezetten a központi ünnepségek, illetve a többi rendezvény miatt jönnek augusztus 20-án a fővárosba. Szeretem ez a ünnep Magyarországon, és sokszor itt vagyok, és szeretem tovább folytatni ezt. És szeretem Magyarország. A kupola csarnokban tárogató fogadta a vendégeket, a szerencsések pedig a koronaőrök őrségváltását is láthatták. Szinte mindenkit lenyűgözött a korona és az országház monumentalitása, sorra készültek a fotók. Tömegeket vonzott az Alkotmány utcában az aranyvonat is, ami a Szent Jobb másolata mellett a koronázási ékszereket is bemutatja vasárnapig. A parlamenttől néhány száz méterre látható kocsi az eredeti szerelvény pontos mása, ahogy az azon szolgálatot teljesítő koronaőrök egyenruhája is megegyezik a múlt század első felének viseletével. Nagyon el vagyok csodálkozva, hogy ilyen gyönyörűen megcsinálták ezt a vonatot. Hát ugye annyit tudok a dologról, hogy annak idején a Szent Jobbot vitték vele, és hát nagyon sok városban megállt, és akkor fogadták az emberek nagy, hatalmas ünnepléssel. Az eredeti aranyvonat Szent István halálának 900. évfordulóján 1938-ban a Trianonban megcsonkított Magyarország több városába vitte el a Szent Jobbot. A cél az volt, hogy kitartásra és magyarságuk megőrzésére biztassa az elcsatolt területeken élő magyarokat. Az ország lelki felépülésének az egyik kulcsát látták abban, hogy a Szent Jobbot körbehordozzák, főleg a határmenti telep, Debrecen-Szeged, tehát Győr, hogy a határaikon kívül maradt magyarok is át tudjanak jönni, töltekezni tudjanak, illetve kvázi ez a haza üzenete volt, hogy nem feledkeztünk meg róluk. Csendben ringatózott a Dunán a Pannónia hajó, a fedélzetén pedig a magyar folyami hadihajózás múltja, jelene és jövője találkozott. A Lajta Monitor történetét középpontba állító kiállításon ugyanis a császári és királyi Dunai flotilla monitorai mellett a Dunán jelenlegi szolgálatot teljesítő magyar őrhajók makettjeit is kiállították. Minden érdeklődőnek ajánlom, ezt kvázi egy múzeum pedagógiai esemény, amiben a magyar dunai vízi hajózás, hadihajózásnak az eredményeit tudjuk bemutatni, és próbáljuk népszerűsíteni minél nagyobb körben. Az eső ellenére a Budapesten ünneplők többsége kitartott és végigjárta szinte az összes helyszínt. Az államalapítás előtt tisztelgő program sorozat az időjárás függvényében vasárnap is folytatódik. A részletekről a szentistvánnap.hu weboldalon lehet tájékozódni.